már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. László Imre, a DK egészségügyi politikus, a szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Bízom benne, hogy mindannyiunknak olyan szép ez a reggel, mint nekem, és akkor mondjuk el a nézőknek, hogy hol is tartunk. A Luaha zsinagógai naptár szerint 5778 tevet hó 24. napja van, míg a polgári időszámítás szerint 2018. január 11-e van és csütörtök. Szép és nagy napok tanúi szereplői vagyunk, de hogy mindenki tudja, hogy miről is van szó, mondják el barátaiknak, szomszédaiknak, hogy most már országos szinten lehet élvezni műsorainkat. Úgy itthon, mint a világról, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt mi az igazat mondjuk el, hisz 5778 esztendős múltunk biztosíték erre, hogy függetlenek vagyunk. Én is, a Heti TV is, és a csapat is, és hogy ki mindenkinél lehet látni minket, a T-Comnál, a UPC-nél, a Mindig TV-nél, a YouTube csatornáin, a Mindig TV-nél, külföldön is. Volt már olyan hónap, hogy közel 8 millióan láttak minket. És természetesen Budapest és környékén a Digi TV is sugározza adásainkat. Ennyi, ez nem a reklám helye, csak hogy tudják, hogy hol is láthatnak minket. Ezt mondják el mindenkinek, mindenki hozzon egy új nézőt, és utána mindenki csak minket fog nézni. Szeretettel köszöntünk minden Ágota Utó nevű nézőnket, az euró középárfolyama 309.33, míg az angol font 349.49. Az időjárásról 4 és 6 Celsius fok között várható a hőmérséklet, öltözzenek rétegesen, és ezt már vendégem az orvos mondja, figyeljenek oda folyadékháztartásukra, mert ez nagyon fontos, és utána foglalkozzunk a független egészségügyi szakszervezet megjelenésével, a RÜH-hel és mindenféle egészségügyi problémával és várólistákkal. Ha valaki rühes, akkor annak várnia kell a várólistán, vagy azonnal kezelik? Hát természetesen vannak olyan tényezők. Jó reggelt kívánok és tisztelettel köszöntöm. Én már több csatornán is fogható televízió nézőit. Az a nagy igazság, hogy ugye két dolog van. Az egyik, amikor akut ellátást igényel valami, és valami egyébként programozható, tehát halasztható. Ez, amire a kérdés vonatkozik. A beteg az általában tudja, hogy mi az akut, és mi, ami nagyon sürgős? Nem. Sokszor természetesen tudják, de sok esetben a vizsgáló orvos mondja meg azt, hogy ennek az ellátása most, prompt, meg fog történni, vagy pedig előjegyzésbe veszik, és egy későbbi időpontot adnak a számára. És akkor térjünk vissza a RÜH-re. Hát az abba a kategóriába tartozik, hogy nem csak azonnal kell ellátni, hanem bizonyos rendszabályokat is kell. Lehet, hogy a nézőink nem is ismerik, hogy miről van szó, meg magát a RÜH fogalmát sem tudják, hogy igen, ez embereknél is előfordult. Miről van itt szó tulajdonképpen? Vannak élősködők. Ugye nagyjából a tető, a bolha, az még nagyjából ismert fogalom, a RÜH atka az, ami csinálja ezt a gondot és problémát, aminek az a sajátossága, hogy befúrja magát a bőrbe, és egy elég erős viszketést vált ki, egyrészt azért, mert bizonyos allergiás reakciót is kivált, de azért tudjuk nagyon jól azt, hogy a bőrünk valahová oda nyúlnak. De hol kapja ezt az ember egy koszos térségbe? Ezt most egy kórházba kapták, és a kórházakra én mindig azt hittem, hogy abszolút sterilek. Ebből a szempontból teljesen egyértelműen azt tudom mondani, hogy ezekben az esetekben mindig bevitt fertőzésről van szó. Tehát nem a kórházban van a rühatka, hanem valamilyen vagy beteg, vagy hozzátartozó révén kerül be. És egy kicsit sajnálatos módon mindig visszatükrözi ez a betegség is azt, hogy milyennek a társadalomban a higiénés viszonyok. Ahogy romlanak, úgy természetesen ugye a bolha, a tető, a rüh előtérbe kerül. Ez is az egyik megnyilvánulása tulajdonképpen ennek a történetnek, tehát vagy beteg, vagy hozzátartozó révén került be a kórházba, és van egy olyan sajátossága ennek, hogy mintegy 2-3, sőt egyesek szerint 6-7
lapangási idővel jelennek meg azok a tünetek, amik egyértelmesítik. És a másik dolog, ami hozzá... Lehet ebből járvány? Járvány talán így ebben a értelemben, ahogy egy influenza esetében tapasztaljuk, talán nem. De az kétségtelen egyébként, hogy emberről emberre érintéssel, a atkának az áttételével, ruházat, tehát használati tárgyak közreműködésével terjedhet. Viszont azt is tudni kell, hogy egy, nagyon jól kezelhető, a másik dolog pedig az, hogy a gazda szervezeten kívül a rühatka maximum 3 napot él meg, tehát hogyha egy ruházaton rajta van, amit letesznek és 1 hét múlva veszik elő, az a rühatka már elpusztult. Na nem ezt ajánlom természetesen a megoldási módnak, hanem a mosást, ahol, ami érintkezett egy... De egy pillanatra azért maradjunk itt. Hogy lehet egy kórházba bevinni? Hát a betegek után mindent cserélnek. Fertőtlenítik az ágyakat, új ágyneműt húznak föl. Akkor hogy? Most rátapintott a lényegre. Ezt őszintén mondom, nem udvariasságban mondom a műsorvezetőnek, de az az igazság, hogy csináltak egy kimutatást, ami nagyon jól rámutat erre a problémára. Azt mondták azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy magyar viszonyokban általában a kórházak a költségvetésüknek mintegy azaz 1%-át fordítják takarításra és fertőtlenítésre. Viszont ahhoz, hogy megfelelő szinten történjen, ahhoz minimálisan 2% kellene. Na most gyakorlatilag ez annyit jelent, ugye ez még nem fogható válaszként, nem értelmezhető, hogy valóban azok a fertőtlenítőszerek, ami például az ágyak, nem a mosatás, mert a mosatás nem a kórházakban történik ma már, hanem olyan központokban, olyan cégeknél, akik erre föl vannak készülve, tehát ezt a részét kivehetjük a rendszerből. A tárgyak, a használati tárgyak, éjjeli szekrény, ágy. Ezeknek a fertőtlenítése, hogy megtörténik-e, a betegek egymás között is, hogyha én kezet fogok valakivel, át tudom adni a rühatkát. Tehát akkor már nem kell magának a kórház berendezésének szerepelni ebbe a történetbe. De tény és való, hogy ezt nagyon jól rátapintott, hogy igen, kellene fokozottabb. Ugorjunk érteni. Egyet, most jön itt a teljesen független egészségügyi szakszervezet. Az független egészségügyi szakszervezet meg tudja oldani például a kórházak 1%-os takarításának a növelését? Hisz tegnap egy tanácskozást tartottak a pártok részére. A rükről beszéltek, a jövőről, a múltról, miről? Hát a rűről nem beszéltünk, ugye, mint aktuális problémáról. Annál több szó esett a dolgozókról, a dolgozóknak a leterheltségéről, megbecsültségéről, anyagi megbecsültség, anyagi és erkölcsi megbecsültségéről, és azokról a dolgokról, hogy mit kellene tenni annak érdekébe, hogy egyrészt ez a bizonyos pályaelhagyás, mert nem csak külföldre mennek, hanem el is hagyják a pályát. Ott volt egy főnővér, aki elmondta, hogy egy onkológiai osztályon 4 vannak, ő most február 1-jével feláll, és 3 maradnak, meg van 3 kisegítő 50 ágyra. Ez már automatikusan adja még a laikus embernek is. Ő föláll és elmegy külföldre, nyugdíjba megy, vagy elege van? Elege van, 49 éves. Elege van. Tönkrementek az ízületei. A legnagyobb tapasztalatokkal rendelkező munkatárs. Hát igen, mondhatjuk azt, hogy csúcsformában van a szakmai ismeretét tekintve. Így van, így van. Mitől alakul egy új független szakszervezet? Most a választások idején, vagy? Nehezen tudok erre a kérdésre válaszolni, hiszen én is épp úgy találkoztam ezzel a mozgalommal, mint sokan mások, akik figyelemmel kísérik az egészségügybe történteket. A céljaik azok végeredményben nem térnek el attól, ami egyéb más érdekképviseleti szerv esetében is szerepel. Magasabb bér, jobb megbecsültség, munkakörülményeknek a javítása, és sorolhatnám, de hát ebbe teljes mértékben egyetértenek. Ami eltérés az, hogy a többiek esetében nem hallottam arról, hogy sztrájk felhívást bocsájtottak volna ki. Itt viszont a bérezéssel kapcsolatban, ami a szakmunkásoknak megállapított ugye minimál bér, nem a vérminimum, hanem a szakmunkásoknak megállapított bérminimum, tehát nem a minimál bér, mert ugye ez 2 külön kategória,
Az a helyzet, hogy idáig, hogyha nem érte el valaki ezt a szintet, akkor kiegészítették. Nem az alapbért emelték meg, hanem kiegészítették. És most, amikor jönnek a változások, azt mondják, hogy megemelik 8%-kal mondjuk a béreket, akkor gyakorlatilag, ha volt idáig 25 ezer forint az a bérkiegészítés, ami fölvitte arra a szintre, ami minimum egy szakmunkás esetében, akkor azt lecsökkentették annyival, mint amennyivel emelték volna, és ugyanannyit kap, mint korábban. Na, ezek csak trükközések természetesen. Kik ezek nem voltak ott a pártok között, az egészségügyi politikusok? A jelentősebb pártok, tehát kezdve az LMP, az MSZP, a Jobbik, az Együtt, a Párbeszéd Magyarországért, és természetesen képviseletembe a Demokratikus Koalíció. Hadd ne felejtsem ki, még volt egy párt, később mondom egyébként, most hirtelen nem jut. A liberálisok? Liberálisok voltak, köszönöm szépen. Így van, liberálisok voltak még ott. És lesz együttműködés között az új szakszervezet és önök között? Eredményes lehet ez az együttműködés? Én azt kell, hogy mondjam, hogy mi természetesen a programunk alapján, meg az én saját szemléletem alapján is egyetértünk mindazzal, ami a betegellátás, és erre a szóra hadd helyezzem a hangsúlyt. A betegellátás jobbítása érdekében történik ma Magyarországon, hiszen tudjuk, hogy azért hát ezen a területen nem kevés gond és probléma van. És akkor már az utolsó kérdés, vannak, akik sztrájk felhívásról beszélnek, vajon a pártok támogatják ezt? Be kell vallanom őszintén, nem tudom, nincsenek ilyen információim. Én személy szerint, tehát kifejezetten csak a saját véleményemet hadd mondjam ezzel kapcsolatban, én mindennel egyetértek, ami a betegellátás jobbítására történik, hogyha ezt a sztrájk felhívás, majd sztrájk bekövetkeztével valósulhat meg, akkor azt kell mondanom, hogy egyet kell értenem azzal, hogy valóban az egészségügy most egy sztrájkkal tiltakozzon a jelenlegi finanszírozási körülmények miatt. Az elmúlt negyed órában dr. László Imre orvost, a DK egészségügyi politikusát láthatták, hallották. Most előzetesek, és már is jövünk vissza Barabás T. Jánossal, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával. Tartsanak továbbra is velünk. Péter, köszönöm. Köszönöm. Látom.